Visszavezeti a Marosvásárhelyi önkormányzat a tilosban parkoló autók elszállításának gyakorlatát. Ennek első lépését már megtették, a vonatkozó indokoltsági tanulmányt ugyanis elfogadta a városi képviselőtestület. 4 évvel ezelőtt bevált gyakorlat volt Marosvásárhelyen, hogy a magántulajdonokat, közintézményeket és a rohamentő szolgálat bejáratát elálló tilosban parkoló gépjárműveket felemelték és elszállították. 2015 májusában azonban a népügyvédje feljelentése alapján a legfelsőbb bíróság törvénytelennek minősítette ezt. A későbbiekben a kormány úgy módosította a jogszabályt, hogy az jogilag kifogásolhatatlan legyen. A törvény előírja, hogy a gépjármű elszállítása elrendelhető abban az esetben, ha közintézmények, fizikai és jogi személyek ingatlanjainak a bejáratát állja el, vagy tilosban parkol. Az intézkedés nem rendelhető el olyan gépkocsi esetében, amelyben legalább egy személy tartózkodik, vagy amely mentési akcióban vesz részt. A gépkocsi kiváltását pedig a nap 24 órájában lehetővé kell tenni. Marosvásárhelyen elkészült az indokoltsági tanulmány, amelyet elfogadott az önkormányzati testület. Marosvásárhelyen korábban volt már egy ilyen eljárás, az idősebbek emlékeznek rá, akkor jogi okok miatt ez felfüggesztésre került. Most a Románia az országos szintű jogszabályok lehetővé tették, és akkor a tanács úgy döntött, hogy ezt a szolgáltatást ő maga végzi, a közterület fenntartó osztályon keresztül. Meglátjuk, hogy partnerségben valakivel vagy sem, de elhárul minden olyan akadály, hogy ezt a szolgáltatást elkezdhessük. Erről egy későbbi tanácsülésen szavaznak majd. Ahhoz, hogy a tevékenység gyakorlatba ültethető legyen, egy olyan területet is kell még azonosítani, ahova biztonságosan el lehet helyezni az elszállított gépjárműveket. Marosvásárhelyen egyébként 2015 májusa előtt évente mindegy 320 gépkocsit szállítottak el tilosban parkolás, illetve állomásozás miatt.